Szóval, sziasztok fiúk, lányok, én is megjöttem. Na. Egy pár perc is kezdünk is. Hangok megvannak, az biztos. Na. Váltsunk, fiúk, lányok. Szóval, sziasztok! Ismételten. Péntek! Nagy péntek! Lassan húsvét, hosszú hétvége. Jó ünnepet mindenkinek! Pihenjetek, egyetek, igyatok! Szórakozzunk! Vagy hogy mondjam. Na nézzük, most ma egy kicsit konenezünk.
pontosabban itt a szigeten. Holnap kirándulni fogok, hál' Istennek jó idő van. Egy jó 20 fok van itt, holnap kicsit lehűl az idő, 15 fok lesz, de az is jó. Szóval elmegyek holnap Stuttgartba, Kirchbergi Parkba. Egy nagyon szép karbantartott park az is, mint mindegyik más, de igazából egy ilyen arboretum is, vannak állatok is bent. Arról fogok csinálni videókat, és majd teszem föl YouTube-ba. És lehet, hogy szombaton és holnap már fogok más is játszani, ugye ezt írtam DC-n, hogy a... Ugye mondom nektek. Hogy most hétvégén a Beyoncé-ot végig akarom vinni, illetve a... The Dark Pictures Anthology Little Hope-ot is. Egy is egy hosszú játék, azt most be kéne fejezni hétvégén. És ez a terv, szóval holnap kirándulás lesz, és akkor ma ünnepünk egy kis egyéves évfordulót, ami még nincs itt igazából, mert jövő héten lesz egyéves a szerver, mutatom is nektek. Hogy ugye itt a sziget, azt írják, hogy egy játékos van fönn a 35-ben, de nem 35 főhelyes, 10. Csak ugye ezt mondtam nektek többször is, hogy bug volt. Meghosszabbítottam már ugye mind a két szervert, szóval jövő év februárig menni fognak, az biztos. Viszont ugye mondtam azt is nektek, hogy a sziget, mi sose voltunk 5 játékosnál többen, szó szerint. Így a szigeten levittem 10 félhelyesre, a Conan Exiles Hungary meg 15 félhelyes lett. Mert ott se voltunk sose 15 játékosnál többen, mert meghosszabbítottam már mindkettőt. Szóval jövő év februárjáig ezek mennek, biztosan. Illetve ugye megvannak az új dolgok, DC nyilván van, meg már mondtam nektek, nem is egyszer, meg most is elmondom. Ugye tavalyi év végén sokan, nem tudom másként mondani, reklamáltak, hogy nagyon sokkal több a bug, mint szokott. De ugye a játékosokat az sosem érdekli, hogy méterként ház van, végtelen talja van mindenkinek, aminek semmi szüksége sincs, szó szerint. Rengeteg ingatlanja van, kisebb, nagyobb. Nem erről szól a játék, hogy végtelen mennyiségű ingatlanja van valakinek, meg végtelen élőlénye, lenyasztal vagy állat, ezért is léptek be ezek a szabályok a ti javaslataitokra, annó a régi játékosoktól, ugye, mert amikor két hónapja mondtam, hogy megszűnik a szerver, hát ahogy mondtam nektek, a játékosok többsége úgy el is tűnt, pedig még fél év vissza lett volna, de mindegy. És én is gondolkodtam, és egyetértek vele, velük, hogy semmi szükség ennek, szóval erre, szóval ez miatt is lett ez a pár új szabály, hogy max. 2 ingatlan, játékosoknak meg klánoknak is, a többi bezúzom, ha látom, illetve trallók is le vannak limitálva 26-ra, vagy nem trallók, élőlény, minden élőlény, amit letesz valaki, az ebbe benne van. Szóval, ha van valakinek, most nézzük azt, hogy egy játékos, például nekem. Engem ezek ugyanúgy korlátoznak, mert nekem se lehet több trallom, mert a szerve ugyanúgy törli. Szóval, például amikor én ezt bevezettem, most már 2 hete, a szigeten több mint 80 trallom volt, 2 órán keresztül más se csináltam, mint öltem őket. Zúztam őket, minden élőlényt. Hogy csak 2 lovam maradjon, 2 táncosom, és a maradék azt hiszem 18 trallom van, azt hiszem. Ők vannak kimaxolva, ők sikerültek a legjobban, és még mindig van azt hiszem egy 6 vagy valamennyi hely, hogyha akarok még többet letenni, vagy húzni, akkor tudok. Vagy ha nem jó sikerül valamelyik, azt megölöm, vagy ha jó sikerült, viszont unatkozok, vagy nem tudom én mit, akkor szintúgy megölök valamelyik régebbit, aztán teszek le egy újat és húzom. Mert annak semmi értelme sincs, hogy méterenként élő lények vannak. Annak sincs értelme, hogy végtelen méretű ingatlanja van valakinek, hogy amíg a konyhából elmegy a nappaligig, elmegy fél óra valóságban, mert akkor ingatlanja van, egyedül van, nem kellenek
kezdetben kész tény, hogy mindenből kicsi több nyersanyag kell, amikor valaki építkezik, de mivel ugye kicsi vagy max közepes ingatlan lehetséges csak, a nagyobbat én bezúzom. Szóval mind... hogy mondjam? Minden műhelyből egy bőven elég. A játék nem arról szól, igazából ugye mindenki jól tudja, aki játszott már akkor lenne, vagy aki még nem játszott, hogy végtelen élőlényed legyen, végtelen ingatlanod. Nem arról szól, hogy teleépíti az ember vél világot, vagy az egész világot. Van 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pont ingatlanja, több tucat, több száz tralja, állatja. Nincs szükség. 26 tral, nem tral, élőlény lehetséges max. Ami bőven elég arra, ismét elmondom, hogy egy kicsi vagy egy közepes ingatlan, közepest a klánoknak ajánlok, ugye, akik többen vannak, mindenkinek van külön szobája, egy műhely mindenből, bőven elég. Nem arra szól a játék, hogy egy-két nap alatt az ember fölépíti egy 4-5 házat, mert nem is lehetséges már. Vagyis lehetséges, csak én azt látom, azt bezúzom. Meg ha túl nagy, azt is. Szóval egy kis ingatlant szépen csináljátok meg, illetve esetleg még egy hely, ami a Disney sírva van, mert már mondtam, hogy hogyha valaki ilyen építgető típus, van egy állandó háza, meg valahol ahol építget. Csinál róla a képet, videót, aztán jön az új iklet, azt lebontja és ugyan odaépíti az új elképzelését. Szóval nem az, hogy ugye mindig folyamatosan máshova épít, ha valami ötletet támad. Szóval szerintem ennyit akartam igazából elmondani, mert szerintem ezt kihagytam. Szóval ismételten ezt ti javasoltátok, hogy valahogy oldjam meg, hogy kevesebb bug legyen, mert ugye Conanben elég sok a bug alapból. Csak emlékszem, hogy mindenkit használtam, hogy manapság nagyon sok a bug. Sokkal több, mint szokott. De ez senkit nem érdekel, játékost. Old meg. Megoldottam. Szóval nem gonosz vagyok, meg semmi. Ismételten. Ezt manapság elmondom mindig, mert szerintem a legtöbben ezt hiszik, hogy jaj, hát milyen online játék az, ahol korlátozva vagyunk, meg minden. Hát ti kértétek, ti érdeketek, meg a szerverjel is, mert ti ezt nem láttátok, látjátok, amit én a gépportálon láttam. Hogy mennyire van letelhelve a szerver. Nem mindegy az, hogy megy a szerver 3-4%-on, vagy 15-20%-on. Gondolom ez így... Értitek. Szóval... Figyeljünk is úgy, hogy mindenki azt csinál, amit akar. Ezzel a Prime új szabálya, meg a régieket betartva. Eddig se szóltam be senki játékába, szerintem mindenki jól tudja, aki már játszott nálam. Értetek van, ti akartátok. Szó szerint, most nem látok akarom fogni. Csak... Ti javasoltátok, mert mondtátok, hogy nem lehet ezt megoldani. Csak így lehet megoldani. Aki itt játszik, elfogadja. Kész. De... Ahogy látjátok, írja a szerve, hogy 351 naposak vagyunk. Viszont ugye... Legalább 5 nap... biztos vagyok benne, hogy járt a szerve. Mind a kettő ugye. Voltak gondok, bajok, meg néha vannak is. Például a géportások valamit csinálnak. És szóval akkor mondjuk azt, hogy 356 naposak vagyunk sats per kb jelenleg, mert ugye a offline van a szerven nem megy, akkor ugye nem megy az időse, meg a dekány, meg semmi más sem, meg mindent el szoktam ugye mondani, sok előbb legalább egy héttel mindig elmondok mindent, itt is, vagy a DC-n is, szóval írásban is ott van, és szóban is. Szóval ez van, nem tudom, hogy most miért izgulok. Mai napom az egész jó volt, kicsit aludtam. Utána meg egész nap szinte délelőtt mobilos játékkal játszottam, meg közben néztem másoktól streameket, végignéztem a Star Wars, a Lego Star Wars-nak a végijátszását a Pistitől, Nessai-tól. Jiné is belenéztem, mert tök jó meg vicces. Meg közben játszottam mobilán, amely mondtam nektek, hogy néha az embernek semmi kedve semmihez sincs. Ezt jól mondtam, igaz, semmihez sincs, semmi kedve. Szóval egyszerűbb
Néha leülni, játszani, tévézni, zenét hallgatni, mobilon játszani, kényelmesebb. Meg amikor az ember fáradt, most két hete délutános voltam, jövő héten szerintetek mi leszek? Délutános. Három hete második dél, mint délutános. Az, szóval még kevesebb időm van, lesz, mint normális esetben. Szóval, hazajövök, eszek, tusi, alvás. Felkelek, eszek, nyomás dolgozni. Nem beszélve, hogy egész héten, mert múlt héten is túlaláztam, szóval 10 órákat dolgoztam. Szóval még kevesebb időm volt, szóval tényleg ez volt. Szóval most van egy kis időm, holnap kirándulni fogok, csinálok videót, megy föl YouTube-ba, majd ott meg tudjátok nézni, ha esetleg érdekel titeket, meg ugye mondtam nektek, hogy igazából a streamer is mindig is hobbi szinten indult, akartam csinálni, meg fogom is. És azért indult el, mert ugye jött az influenza, ezt is elmondtam nektek, ez az én véleményem, mindenkinek meg lehet a vélemények, tiszteljük a másik véleményét, nem kell azért a másikat bántani, hogy valaki mást gondol. Fogadjuk el, kész. Ha nem tudod, továbbmész. Nem kell még ez miatt is gondot és bajt csinálni másnál, meg magamnál. Szerintem mindenkinek kép elég gondja baja van. Szóval ugye mondtam nektek, hogy ez, hogy milyen... Tavaly ugye be volt zárva, nem, már nem tavaly, tavaly előtt. Tavaly előtt, hogy ugye minden be volt zárva, nem tudtam sehová menni. Tavaly meg mindenhol legyen 1 millió oltásod, legyen teszted, legyél maszkba, hát én egyiket se kívánom. És azért ez még mindig megvan a legtöbb helyen, bár itt is lazultak a dolgok. De... talán most már jobb lesz. Legalábbis őszig, amikor ismét nem jön az influenza szezon. Bocs, nem égettem. Néha befögök. Nem beszélve egy kicsit. Tudjátok, hosszú étvegye. Szóval... kicsit megemlékezünk most a Szigettől is. Ugye tavaly jött ki egy nagy update a játékhoz, a Szigethez, a maphoz. Ugye térképbővítés is lett, és lettek vége normálisan elfogható jó trallok is, ugyanúgy, mint az óvilágban. Viszont a sziget ugye még mindig nincs kész, és még jó pár év el fog telni, hogy kész legyen, mert természetesen még mindig lesz térképbővítés éjszakon, meg még mindig nagyon sok tartalom fog hozzájönni, elméletileg, lekopogom. De hát akkor emlékezzünk meg a szigetről. Szóval ennyi történt, ezek a változások, ismét elmondtam, elmondom, díszín is, nem szivatásképpen, én ugyanúgy szenvedek tőle, elhihetitek, hiszen mondom, itt amikor megváltoztattam beállításokat, beléptem, azonnal kaptam egy üzenetet, amit le is fotóztam és díszére föltettem, hogy kurva sok a trallod, óránként egy törléssel fog kerülni, és utána mondtam, hogy bazd meg. Vannak trajjaim, akik ki vannak maxol, vannak olyanok, amik még sosem voltak a legjobbak. Hamar gyorsan meg kell ölni szinte mindenkit. Több mint 60 talált, nem talált, élőlényt megöltem. Szóval én ugyanúgy szenvedek. Vagyis nem szenvedek, mert igazából teljesen jogos, meg is értem. Ugye a játéknak van egy sztoria, nem az a lényeg, hogy valaki végtelen ingatlant épít, végtelen élőlénye van, hanem játszik. Szóval kultúráltan is meg lehet csinálni, hogy játszik valaki a játékkal. Nem az, hogy telebasz mindent, aztán túlteheli a szervert, mások játékát nehezíti. Nem tudok más mondani, fiúk, lányok. Egy-két új szabály, de ugyanúgy mindenki ezt csinál, amit akar. Csak ezt tartsátok be, és nem lesz gond és baj. Ha meg nem, akkor meg ugyanaz az, mint szokott. Hú, elég nem kondeneztem, szóval kicsit furcsa. Szóval látjátok? 20 van összesen. Oké, okay. És 28 lehet. Mert 29-et leteszem, akkor ugye egy órán belül a 29-et törni fogja a szerve. Szóval 28 lehet összesen, plusz minden egyes klántaggal plusz két tal lehet, vagy élőlény, bocsánat.
Ez ugye soknak nem tűnik, de most az illető kap egy lovat, meg esetleg egy táncost, vagy lesz két lova. Szóval ezért is egy ingatlant simán meg tudtok ennyivel védeni. Ha a klánban vagytok, egy közepes ingatlan, mindenki van külön szobája, kész. Vagy ha külön házat akartok, akkor ugye max. Kettő ingatlan. Több ne legyen. Akkor meg kettesivel elköltöztök, ha most nem akartok öten együtt lakni. Na. De ezt mind elmondtam. Meg még elfogom szerintem egy kicsit. Inni. Nézzük. Ezt a páncélt szerintem lecsérelem, mert ennél van sokkal erősebb páncélom is. És halandó vagyok jelenleg. Pont az miatt, hogy kicsit izgalmasabbakan legyenek a dolgok. Ez a páncél, ez mennyi volt? 340, hát legyen 350. Ez egy DS-is páncél, basszus, és ez is 385. Jobb ez a sárkányos páncél, mint a izé. 4. Mi a tökön? Ez 198. Viszont így sokkal több a HP-m, 50-nel több. Több mint 50, 60-nal. Egy százassal kevesebb az armor. Inkább a HP-t választom. Maradjon ez. Van kajám, van itókám, fegyver, javítás, minden. Ennyi viszont nem kéne ebből. És szokták mondani, hogy minden kezdet nehéz. Ez is az. Szóval kicsit előbb hoztam az ünnepeket egy héttel. Pont az miatt, mert jövő héten biztos nem lesz időm. Max hétvégén. Kéne kis kaja. Valamelyik talnak, amit elviszünk, ugye. Még tojásunk van. Én nem voltam különbeszigetem, mert én is inkább zóvilágba szoktam lenni, mert ott viszonylag vannak játékosok. Még ezek után is. Bár mondtam nektek, mindig is a sziget mindig sokkal jobban tetszett, meg tetszik is. Páncélt azt lehet, hogy meg kéne javítjuk. Ugye az óvilágban a Conan Exiles Hungarian, ugye én mielőtt meg akartam alapból szüntetni a szervet, úgy voltam el, hogy még sose léptem ki a világból, ezért is mentem ki, sétáltam ki. Ugye volt egy olyan stream, hogy elköszöntem. Viszont, mint mondtam nektek, hogy ugye nagyon sok pozitívumot kaptam jelenlegi, meg régebbi játékosoktól, hogy nagyon jó szerver, meg pont, hogy miért? Amint mondtam, hogy időhiány. Amint most is mondtam nektek, hogy semmi időm sincs. Meg annyi más játék is van, és azokra sincs időm. Ott a Lost Ark, ott is van, volt egy jó közösség. Jó közösségnek indult. Voltunk több mint 30-an, most vagyunk olyan 12-en. De szerintem 3 nap én voltam Lost Ark-ba. Mert nincs időm. Hú, ez érdekes volt. Na, szerintem én viszek egy új talált, fiúk, lányok majd, de nem tudom, neki van kajája? Nincs. Említelek szerver start az most volt. Aha.
itt van egy jajkunk. 30, aha. Itt van egy Jánosunk. Ugyanúgy 30, és 76% az esély, hogy erősebb lesz. És az eddig legerősebb talál ugye az Uola a Berserker. Egész sok HP-je van, és meg ugye a páncél, amit ad, meg azért, amit kapott. Így összesében, várjatok, 50, meg 30, az 80, 87, 90-es támadása van. Nála keményebb talált még nem láttam sehol. Szóval itt az ingatlanomat megtartom. Na ez már, ezt tegyük hozzá, hogy ez egy nagy ingatlan. De ennyi szigeten, ennyi kivételt én magammal teszek. A Conan Exile-t ugye betartom én is, láttátok meg az ingatlanom. De ezt, amíg fölépítettem, de ez kész tényleg egy nagy ingatlan. De ezt megtartom. Ennyi szabályszegés belefér. Itt ezen a mappon legalábbis. Nekem. Már bocs, hogy ez az egy kivétel. A másik mappon ugye abból megszűnt mindenem, utána mondjuk úgy elbeszéltetek, hogy megtartsam mindkét szervet. Ott elvesztettem mindent, nem sajnálom, tegyük hozzá. Egyáltalán nem sajnálom. Nekem is több száz élőlényem volt, három bázisom, Dekály miatt mászkáltam már csak ide-oda, semmi szükség nem volt. Ezt megtartom mindenképp, mert ezt amilyen kurva jól megcsináltam, és kurva sokáig tartott, fiúk, lányok. De ez nagy ingatlan, ezt tegyük hozzá. Sőt, még ennek a fele is nagy ingatlannak számít. De ha már azért mondjuk úgy, hogy én vagyok a tulaj, fenntartó, aki csinálja, legalább itt ennyi kivételt legyen meg, ha már minden más betartok. Na. Ezért bocs. De ebből nem engedek. Ennyi kell nekem is. Kiszabályszegés. Na, és azt akartam nézni, hogy egy új talált vigyünk. Néha különben tök furcsa, amikor az ember visszanéz egy streamet, fiúk, lányok, hogy az ember akaratlanul is olyan hülye pofákat bír vágni. Hogy iszonyat, már elnézést. Hú, basszus. Ezt meg mindjárt fölborítom. És azt kiadtakem ott. De gondolom láttátok anna is, hogy mennyi élőlényem volt, meg minden, ennyi maradt. Jó, Dalek. Aha. Hát nem tudom, húzunk még egy Daleket, vagy jó, akkor nincs, igaz? Jani? Janik azok vannak, ők kettő, Jani. Jól, bocsánat, az északi. Kicsit úgy néz ki, mint a Lian. De statjai ugyanazok, aztán szerintem ő HP-sabb. Őt húzzuk, én azt mondom. Támadj majd meg mindenkit, és ja, kapsz kaját. Csinálunk neki páncélt. A leveske támadáshoz ad, oké. Annyi elszoktam akkor nem tudom, hogy olyan furcsa most, hogy így megyek. Gondolom értitek, hogy miért célzok. Ez 96 és sokat sebez. De majd mást... Szerintem egy krómot adok neki. Az valahogy láttam. Páncélfejlesztés az kell. Ez nekem kéne. Volt egy egész ládányi krom. Ah, megvan.
páncél, meg. Most tudom. Ezek, szerintem ezek azok. De valahol láttam kifejezetten... meg lesz. Komplett páncél. Aha, itt van fejes. Aljas, oké. Fejes, aljas, a többi még aztán nem van. Hoppálé! Egy gatyó, egy csizmadia, meg aztán még egy kesztyű kell, és igazából ezek fejlesztve is vannak. Aha. Szóval nem kell fejlesztenünk, itt volt egy kis akadás. Gyere közelebb, öcsém, mondom ide. Nem beszólt, vagy mi a baj? Úgy, mert megkapod ezt. Kalmat. Ezt meg visszatesszük ide. Ezeket bezúzzuk. Igen. És adjon neki egy kis szint is, hogy kicsit másabb legyen. Azt sem tudom, hogy színeket hova tettem, de szerintem mitől lesz valahol. Valakinek olgassa. Hova tettem? Emlékszem, hogy nagyon sok színt adtam magamnak. Ah, megvan. Én magam sem tudom, hogy milyen színűnek kéne lennie. Kék nincs, vagy valami? Emlegetett szamár meg is van. Oké. Okay. Ó, itt vannak a színek. Tudtam én, hogy valahol van szín. Na, add ide! Ezt így gondolom nem fogom tudni befesteni. Vagy de? Hát ez jó néz ki. Fehér és kék. Akkor ő hideg színű lesz.
És most már mutatja ugye a szint. Ha esetleg valaki nem látott, akkor elnézést. De a taloknak is van ilyen meg olyan szerszáma. Nincs hely. Ó, de jó. Na. És íme. Jorik. Az északi. Oké. Okay. Kencsiszek, hogy milyen ez különbe. Meg kéne még kérgeti szerzünk. Páncélad... ugye most level 0 tral, 30-os alapból a támadás, és a páncél kombináció ad plusz 19-es támadást. Szóval jelenleg 49-es a támadása. Lónak kell egy kis kéreg. Mert nem is tudom, hogy mikor vagoltam utoljára rajta. De biztos, hogy nem ma. Ó! Oh. Ó! Oh. Elvisszük ezt az ezest. Ló be elmegy. Ha már drágult az üzemanyag, hát ugye. Na nézzük. Majd visszatért, mindkét nappal. Ugye ők fél éve elmentek PvP-zni. Na nézzük. A legjobb lovam. Neki van 5180 AP, igaz? Belenézek a sztörünkbe, mert ugye 3 másodperces késés, igen. Itt a kis istállóm. A 3700, 4200, legyen 1008. Kincsen. És te ki vagy? Szilaj. Szóval túl sokra ne számítsatok szerintem. Kicsit körbe nézünk. Elmegyek itt egy kört, szó szerint. Lehet, hogy kéne egyet idézni, vagy csak kicsit navagolok is. Közben öldöklök, megnézem a világot, hogy hogy változott, ha változott. Ki van, ki nincs. Meg. Csecse. Pállő. Hol van? Hol vagy? Új. Egy kapta. Az is kapta.
De ugye ilyen havonta egy-két játékos szokott lenni itt a szigeten, kezdetek óta. Nagyon ritkán volt, mondom, hogy voltunk öten. Talán majd a kicsit többen leszünk előbb-utóbb ismét a szigeten. Idézőhely. Sauron tornya, középföld. Hoppá! Mellé. Nem lát. És ő már nem is fog. Megelőző csapás. De jók voltak a régi idők. Szóval ugye én nem csak játékos vagyok, amit szint ugye szoktam mondani, tula is admin is, fiúk, lányok. Én is ugyanúgy játszok, mint mindenki más, viszont csinálom a dolgaimat, kell, amiket kell. Szóval... Oké, éhezünk, az jó, mert ugye ezt is benyomtam. Két játékosról tudok, akik még megvannak. Ők nem tudom, hogy ők még játszanak-e esetleg, vagy csak dekáj miatt járnak föl. De elég régóta könyvben fönn vannak, szerintem fél éve biztos fönn vannak. Csak mondom, nem tudom, hogy csak dekáj miatt járkálnak föl esetleg, amíg visszáll az idő, vagy... hogy játszanak is. Ida, ki vagy? Mert egy kicsit osztálkoznom is kell ma. Mert holnap tényleg nem lesz időm, megint csak kirándulás. Fél nap kirándulás után ne akarom csinálni videót, és vasárnap legkésőbb feltölteni. Az kellett egy hobbi, meg kell egy hobbi, amit itthon lehet ugye csinálni. Négy fal közt. Az ember más nem tud csinálni. Közben minden oké? Az ott ki. Vagy ki volt? Mert ki tudja, hogy mikor játszott. Van egy olyan előérzetem, hogy... jó védhető helye építkezik.
bácsi. Na több mint egy hete nem voltak fönt. Nagyon sok játékos, aki a szigeten játszik, vagy játszott, elé a szigetre szoktak költözni, mert itt, ha vihar van, itt akkor sincs igazából olyan hűde sötét. Mint a többi részen. Bocsánat. Előfordul. Ilyen neveket, basszus. Nagyon egyetlen voltak. Ők is átmentek inkább az óvilágba játszani. Szegényke még a ruhát se kapott. Itt a csillagos ég alatt alszik. Szép a kilátás, ez biztos. Ah, ott egy híd. Meg kell menni egy dungeonbe is, meg egyet akarok idézni, fiúk, lányok. Az kéne egy szobor. Hoztattam volna ugye alapból a szobort magammal, de úgy voltam el, hogy inkább keressünk, találjunk. Volt hiéna, nincs hiéna. Szóval ismétlem magam, nem, értitek, megértitek, elfogadjátok. De azt is mondtam, aki ezzel nem tud együtt játszani, ezzel pár korlátozással, azt tud máshol. Engem ugyanúgy élni, de különben egyetértek vele. Én is. Ugyanúgy bárki tud játszani. Nem ez a lényeg a játékba. A játéknak van sztoria, azt vigyük, meg tudunk ugyanúgy bosszozni, meg minden mást is csinálni. Itt a szigeten mennyivel sok sokkal, de sokkal több hely van, ahol védve vagyunk a Purge-től. Ez a rengeteg kis sziklaszírt az egész mappon, világban iszonyat jó értelemben. Jól megvártam.
Nézzük. Furcsa a játék. Ugye régóta nem játszok ezzel aktívan, és elszoktam a Conan-tól. Szó szerint. Nekünk viszont erre kéne menjünk, ezért be a táborból találjunk szobrot. Egyet idézünk, meg el kéne menni egy dungeonbe. Hopp elé. Akkor benézett? Lassan az lesz. Másik meg már nem is tudom már milyen egy és fél év, és az pekáj, mennyi volt? 460 nap? Megy az idő. Gyíkocska. Jóék, hogy állsz? Mutasd magad. Még nincs level 10. Level 7. Nézzük. Az embernek tényleg semmi sincs kedve munka után, még játszani se. Héten szerintem munka után egyáltalán nem kapcsoltam be a gépet, meg délelőtt is szerintem minimális volt, hogy be volt kapcsolva a fiúk lányok. Azt tudom, hogy ezek a kis szigetek labirintusok. De lóval nem fogok tudni fölmenni. Bagolj föl! Bagolj föl! Nem bagolj föl. Akkor fölmászunk. Hát csak cicát, ott cica baj van. De ott már valami kemény... Hú, nem is egy cica van itt. Hú, mennyi cica van itt. Akarok én cica? Szerintetek ezek bosszok lesznek, vagy csak cicák? Bossz! Jé, bazd meg, gondoltam, hogy bossz. Ha ez elkap, akkor nagy baj van.
Ez az! Mindkettőt vár meg, hogy téged támadjanak! Őt már elintézem. Annyit nem is sebez. Megcsapott, láttátok? Kapta. Kapta a cica. Oké. Itt le kéne menjünk. Juppi! Mi az a hang? Épp, hogy lejöttem, már valaki a vélemet akarja. Elköpő! Szemét! Megmérgezett. Köcsög. Na, ide jössz! Köszi. Mi ez a? Hol adjék? Halló van, a szemét, te köcsög! Ki mit? Tehátok a köcsögöt. Halló van, azonnal. Ugye szoborba... Ó, meg is van, amit, amiért jöttünk. Ez régiós. Csak engem akar. Más nem lehet, mi? Ez jó volt. Mutasd, mit tudsz. Volt csaj, nincs csaj. Okay. Jó, menjünk egyet idézni, fiúkának. Meg el szoktam magától a harctól is. Lassan két hónapja, mondjuk úgy, hogy isteni módban vagyok, nem kell se kaja, se beszetetlen vagyok meg minden. Hogy jutunk el oda? Menjünk tovább. Mi azon egy kígyó? Húha. Támadnak a kaméleonok. Kicsit nagyon megjöttek. Kapta. Ha én ott tovább megyek, bemegyek, mondjuk. De ott is van egy út. Hát, hogy inkább azon kéne mennünk. Meg lesz, előbb-utóbb. Nem, ha itt megyek... Akkor mi is fölfele kéne menni? Az ember valamilyen nem játszik, elfelejti, hogy... Hogy voltak az utak.
ugye most a szőkékhez akarunk elmenni. Nézd, amit találtam, de ez legalább nem boss. De bézést ez is jól sokat tud adni. Oh. Emlegetett helyiek. Ugye nincs sok HP-juk, de fegyveik a legjobbak, kiszen is sokat csepeznek. Most vagyunk itt, és nekünk tovább egyensen kell menni a medencéhez, szupi. Ott van előttünk egy pelikán is. Sőt, nem is egy. Ahogy mondod, most lehetne mondani, hogy melyik út vezet oda. Nem telik el majd, bazd meg. Húha! Úgy is húzzuk a talat, szóval nem gond. És érdekes kicsit a játékban, hogy egy pelikánnak van 378 HP-ja, egy rhinónak meg 180, bár ki tudja, hogy ugye mennyi a páncélzata. Akkor mintha lenne valami csípő. Szóval elméletileg ott van fönn a medence, vagy... Az egy mini boss. Szerintem, ja, 600-as HP-ja. Húha! Kap egy-két szintet. Öld meg! Húha, ez nem lesz jó. Hogy ne, még jön valami ide? Ott a medence, szupi. És itt nincs enemy. Szóval ovat itt hagyjuk. Az ott mi a tököm ott a magasba? Szerintem én ott még sose voltam. Na mindegy. Előbb idézzünk egyet, aztán lehet, hogy azt megnézzük. Szóval elméletileg itt be tudunk ugrani. Ugye én mindig a középső medencénél szoktam idézni. De igazából minden medence ugyanaz. És ha itt vagyunk, akkor tudunk itt is idézni. Ó, itt van még egy biztonsági, nézzétek! Gyere, mutasd mit tudsz! Kevés volt. Mennyi ilyen van még? Kutya! És ugye ne feledjük el, hogy aki idéz, az fogják támadni. Az lesz az első számú célpont. Lényegtelen, hogy meg se csapja az enemit,
A többiek csapkodják, csak vele fog foglalkozni a minden támadó. És ez egy légiós idézés lesz. Aztán hárman fognak jönni. Szevasz, tavasz! Anyád úristenjük! Körbe-körbe jár a labda. Kéne egyet innom. Stamina? Hú, bazd meg! Most jelenleg a 1-3 ellen, 1-2-en sok esélyünk nincs. Majd már meg! Jövök! Azt a levit a fél napja. Elég a menekülésből. Támadunk ölünk. És ezekből ki lehet tanulni ezeket a páncélőzleteket is, fiúk, lányok. Ezt elviszitek ugye, beleteszitek a... varázsasztalba, és ott ki tudjátok tanulni. Viszont vajon vissza tudunk mászni? Ez érdekelne. Vissza. Szupi. Mert érdekel, hogy mi az az építmény ott fönt? Csak egy fákja, vagy mi? Szerintem én ott még sose voltam. És az még egy följebb van, ha jól emlékszem. Mely itt a ló? Megcélozzuk azt a hegyet. Szerintem én még ott sose voltam. Ez biztos, hogy nem ez, hanem valami... Szerintem ez az. Ó, még elefánt is. És kettő? Ezek is mennyi HP-t kaptak az elmúlt egy év, két évben, basszus. Azt taposd meg, Dumbo! Sokat ugye nem sebeznek az elefántok, de... iszonyú nehéz őket megölni. Ez már mérgezés megoldja. Mondtam. Egy kis Conan bug. Minden nem látok. Este. És ott is van egy Dumbo. Két Dumbo is. Ez vicc, ugye? Nem kívánok dumbozni. Oda vajon vízfelút, vagy úgy kell fölmásznunk? Szerintem mászni kell. Nagyon úgy nézem, mintha ez lenne az út. Nem kell mászni. Van út.
Ott is vagy. Nem ezt, ezt láttam. Ja, azt láttam, Mi a faszom? Ó, hogy vigyelnál a szalvas, gyere ide. Mutasd, mit tudsz. Itt már voltam, nem egyszer, de ott fönt még nem voltam. Öld meg. Viszont az úgy kell fölmászni, szó szerint. Ó, level 11. Na, mit kapott? Szerintem őt itt hagyjuk, fiúk, egy kicsit lejjebb. Itt nem volt semmi, a jól emlékszem. És megnézzük, hogy ott, ott még nem voltam, hogy ott mi a tököm van. Megnéz ki, hogy innen kell fölmászni. Bocsi. Hú, az érdekes lesz. És itt mégis hogy a... Pont. Aha. Látjátok, milyen kis lépcső van? Remélem, valami jó cucc lesz ott fönt. De me... beakadtunk. Ez is lehet, hogy csak egy kilátó. Egy útjelző. Kell sötétenni. Húba meg. Bazd meg! Úgy bírom azért, amikor elengedi, bazd meg. Utolsó pár méter. Na, menjünk. Ebbé nem lenné itt egy hánykopis, boss. Itt van egy nagy láng. Nincs itt semmi. Csak egy falakja. Tűz nem égett, bele lehet állni. Nincs semmi. Jó volt ide feljönni. Húba megy. Tetején esetleg? Hát eldugtak valamit. Hát ott se inném, hogy lenne bármi is. Jó, ekkor ugrástól ennyi HP-mmel lejött. Szerintetek mi lesz, ha innen leugrok? Hogy menjünk gyorsan haza?
méterrel több HP ment le, mint innen ebből az ugásból, bazd meg. És nem látom, hogy semmi, mert sötét van. Akkor csapó kettő! Yeah! Menjünk a... előbb oda, Dekány miatt. Ott a hullám. Bemászunk. Látjátok, itt is mindent megöltem. Úgyis T3-asok voltak, meg level 0-ák. Nem volt sok értelme. Akkor ez a második hullám. És akkor most menjünk haza. Na nézzük. Hát ezt kellett volna meginni, hogy ne foglalja helyet. Na mindegy. Na, akkor ennyi lenne, fiúk, lányok. Kicsit körben néztünk. Jövő héten egy évesek leszünk. Ismét elmondtam nagyjából egy-két dolgot, amit már mondtam. Még egy picit átnézek a másik szerveren, hogy... ott sem voltam pár napja, ha jól emlékszem. Egy jó játékos. Na. Köszi, hogy itt voltatok. Holnap biztos nem. Maximum este. Vasárnap viszont biztos, meg hétfőn is találkozom. Mondom, a Beyoncé-t, meg a Little Hope-ot végig akarom játszani. Azok úgyis rövid játékok, ilyen 10-valahány órás végigjátszása van, azt hiszem a Beyoncé-nak, a Little Hope-nak meg ilyen 6-7 óra. És mában is van egy 2,5 órán satszper kb. Szóval már nincs sok vissza. Ez van betervezve. Szóval, ahogy nem tudjátok is, nem mindig más játékokkal játszunk, másban nézünk bele. Bemutatóképpen. Aztán majd megnézzük, hogy alakul a továbbiak. Ezt megint olyan jól elmondtam. Lehet, hogy még kicsit vált vagyok. Sokat nem aludtam. Na, minden esetre, köszönjük, hogy itt voltatok. Jó hétvégét, boldog nyuszit, sziasztok, és jó hétvégét, lehet, hogy mondtam. Mama, I made it the forest.